Sziasztok, Lendvai Lilla vagyok, stylist, a ruhaüzlet alapítója, és megmutatom, hogy nálam milyen a házi menza, és én hogy készítek otthon el egy pizzát. Utoljára a konyhámban egy saját találmányt főztem igazából, ami egy édesburgonya rakottas, és muszakának egy ilyen zöldségesített változata. A főzés meghatározza a mindennapjainkat, mert egy olyan környezetben élünk, ahol nem feltétlenül lehet elugrani a sarokra egy friss meleg ételér, ezért abszolút minden nap főzök. Nagyon fontos számomra az is, hogy mondjuk a gyermekemnek frissen tudjak adni ételt, ő is ezt lássa, megszokja. Ez nagyon fontos része az életünknek. A konyhában a főzés mindennapos, mert van egy fiam, akinek minden nap szeretek frisset főzni. A fenntarthatóság is nagyon fontos a konyhámban is, és a munkámban is, mert egy fenntartható ruhaüzletem van. Így megpróbáljuk jól arányosítani a tányéron a zöldségek, a szénhidrát és a hús arányát, úgyhogy talán a hús legyen a legkisebb. Hétköznap gyorsabb ételek jellemzőek, azért olyan nagyon sok idő nincs. Én különbséget teszek azért a hétvégi és a hétköznapi főzés között. Azért a hétvégi főzés az lehet lassabb, lehet akár bevonni a gyereket, lehet olyan dolgokat csinálni, ami lassabban készül el. Gyerekkoromban az apukám nagyon sok ételt elég autentikusan készített el, akár a kínai konyhától, az olasz konyhán keresztül, így abszolút inspiráció volt az, hogy a nyomdokaiba lépjek, és igazi olasz pizzát készítsek otthon, mint ahogy én is ettem gyerekkoromban. Természetesen hazaérve nem minden nap az első gondolatom az, hogy azonnal egy pizzát észre szeretnék gyúrni, de ha már bevonja az ember a gyermekét, és az egész egy szórakozásá is válhat, vagy egy játékos főzőcskézésé, akkor abszolút működőképes, és akkor a délutáni program is megvan. Kétféle pizzát fogunk elkészíteni. Az egyik az egy zöldséges pizza, ami padlizsánnal és cukkinival készül. A másik pedig egy édes és sós hangulatú gorgonzola, körte és szárított sonkás pizza lesz. Az otthoni pizza készítésem egyik motivációja az, hogy ahány pizzát elkészítek otthon, annyi csomagolást előzünk meg, és annyi zsíros pizzás doboz nem kerül a kukába. A karantén idején indult házi menza csoport nagyon jó segítséget és nagyon jó inspirációt nyújtott új receptek kipróbálásában. Öröm volt megosztani egymással a receptjeinket, és egymást gazdagítani, és egymást inspirálni arra, hogy mindenki próbáljon meg otthon minél kreatívabban főzni ebben az időszakban, és nagyon jó motor volt ez számomra ahhoz, hogy akár a mindennapokban ugyanígy be tudjam illeszteni a főzést. A fenntartható főzés elsődleges lépése a bevásárlólista. Fontos tudni, hogy mit szeretnénk venni az üzletben, és magunkat tartani ehhez a listához, és ehhez még nagyon jó adalék, hogyha van egy jó menütervünk is a hétre, mert akkor biztosan nem kerül semmi a kukába. Általában, mint az öltözködésben, a bevásárlás közben is azt tudom mondani, hogy olcsó húsnak híg a leve. Minél kevesebb, de jobb minőségű alapanyagot vásároljunk, és a ruhákban is ez ugyanígy megjelenik, hogy inkább egy-egy darab legyen, de az mondjuk legyen hosszú távon használható. Így mindig azt veszük, amire szükségünk van.